Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rövid az időkeret, amit kaptam, majd reményeim szerint lesz egy későbbi alkalom, amikor kevésbé feszített a tempó, és esetleg hosszabban is tudok önök számára érdekes információkat megosztani. Most inkább ezre a 15 percre egyfajta ilyen szemléletformálásra vállalkoznék, semmint annyira tények átadására, mert én azt hiszem, hogy amikor az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekről jelennek meg különböző híradások, akkor talán sokszor pont a lényeget nem sikerül tetten érnünk. Tehát amikor a médiában megjelennek a hírek, én mindig úgy érzékelem egy kicsit, hogy arra törekszik a tudósító, hogy megmutassa, hogy na a 143. trükk után már itt van a 144. és tessék, és nehogy ebből azt a következtetést vonjunk le, hogy mi úgy tudunk megelőzni bármit, hogy akkor egy ilyen hatalmas nagy lexikonba fölfektetjük az összes trükköt, ezt megtanuljuk, és akkor mindegyikre lesz ugye válaszunk, hogyha bepróbálkoznak vele. Hát ez sajnos nem megoldás, mert nem így kell elképzelni a trükkös tolvajokat, csalókat. Különösen nem azokat, akik idősek megkárosodására specializálódtak, mert el kell mondanom, hogy vannak ilyen bűnözők, mert hiszen ez olyan sajnos, mint az állatvilágban, hogy tehát alapvetően sokkal könnyebb a gyengébb egyedeket prédává tenni, ugye a még fiatal, vagy már idős, beteg, megsérült állatokat. Ugye így van ez a természetfilmekben is, hogy amikor a gnuk vándorolnak a szavannán, hogy abból a hatalmas, több százezres csordából kit fognak elkapni a ragadozók. És hát az embernek is sajnos megvan ez a fajta oldala, így működnek a bűnözők is, és úgy tűnik számukra, hogy praktikusabb, egyszerűbb, idősebb embereket megkárosítani. Egyrészt az izoláltságuk miatt, hiszen ők nagy részük, hát hiszen akikkel önök találkoznak, ugye nyilván olyan emberek, akik a négy fal között élik le az életüket, tehát nem tudják, hogy mi az, ami reális és nem reális, mi történik a külvilágban. Gyakorlatilag lehet, hogy nincsenek is szomszédjaik, tehát így fizikailag is izolálva vannak, mert hogy ott éppen eladóház van, és nincs ott senki, de gyakorlatilag teljesen magukra hagyott, izolált emberekről van szó. Na most ennél jobb kiinduló helyzet a tolvajoknak, csalóknak nem igen kell. A következő probléma az az idősekkel, hogy hiába is mondanám én meg a Juli néninek, hogy most már itt van ez a 144. trükk, és erre is tessék fölkészülni, mert lehet, hogy ő ezt megérti, így racionálisan, hogy igen, ez csalás, nem lehet ilyet csinálni, tehát nem menjek én lépre, de amikor egészen váratlanul ott terem az ő otthonában, vagy akár telefonvonalon keresztül felhívja őt az az idegen, akkor bizony ezt a leckét, amit mi adtunk neki, nem fogja tudni felmondani és teljesíteni. Ugye ismerjük ezt, elmegy az iskolába dolgozatot írni a gyermek, aki becsülettel tanul, és aztán mégsem jön össze a dolgozat. Pedig ő még ugye azért ilyen tekintetben ereje teljében van, de egy idős ember, amikor beteg, fizikailag gyenge, és ott áll vele szembe egy ereje teljében lévő bűnöző, és azt mondja, hogy igen, tessék beengedni a konyhába, mert szeretnék én itt egy üzenetet hagyni a szomszédnak, nem fog merni nemet mondani. És akkor most gondoljunk bele itt ezekbe a karitatív, meg egyéb jó érzésekbe, hajlamokba, hogy itt van, ez egy hete történt, a karácsonyi vásárból 5 fő adománygyűjtőt állított elő a járőr, akik valaha korábban tényleg egy cégnek dolgoztak legálisan, aztán onnan kiléptek és önállósodtak, onnantól kezdve saját zsebre gyűjtögettek. Ugye milyen nehéz adománygyűjtőnek nemet mondani? Még nekünk felnőtt számára, pláne amikor a karácsonyi vásárban manipulálnak minket, mert hogy ugye ilyenkor mindenki egy kicsit úgy fogékonyabb arra, hogy adakozzék, és hogy milyen könnyű még felnőtt embereket is becsapni így módon, hát még idős embereket manipulálni. A lényeg, hogy ha felnőtről van szó, tetterősről, ha idős emberről,
ugyanazt kell nekik is megtanítani, mint amit a gyerekeknek szoktunk az iskolába, a DADA program keretébe, hogy tanuljanak meg nemet mondani. Ez a legfontosabb, nemet mondani. Miközben ugye sok esetben úgy tűnik, hogy ilyenkor mi kemény szívűek vagyunk, mi érzéketlenek vagyunk, mert miért nem adunk adományt? Azért, mert nem tudjuk, hogy valóban kinek adjuk, hogy valóban ő az, akinek mondja magát. És egy idős ember a legkevésbé fogja tudni a megfelelő ellenőrzéseket elvégezni. Hogy ezek az emberek lebuktak, az pusztán annak volt köszönhető, hogy a járőr kollégánk megnézte a papíron, hogy milyen cégre hivatkoznak, mi annak a telefonszáma. Ott volt a mobil készüléke, felhívta a céget. Kiderült, hogy ezek az emberek nincsenek, alkalmazva nincsenek. Jó, van, akkor megyünk be a rendőrkapitányságba, előállítjuk magukat. Csalás vétsége miatt meg is indult velük szembe a büntető eljárás. De ezt egy átlagember vagy egy idős ember ezt az ellenőrzést az utcán el tudja végezni? El fogja végezni? Nem, természetesen. Tehát én alapvetően abból indulok ki, hogy mindenfajta adakozáshoz megvannak már a bejáratott csatornák, ugye mindenféle olyan egyházi és világi szervezetek, amiket ismerünk, hogy működnek, akik ezt az adott esetben évtizedek óta vagy még régebben óta végzik ezt a feladatot, tehát ez közismert róluk. Tehát ezek azok a csatornák, tehát ha önök is a gondozottjaikkal beszélnek, akkor feltétlenül arra hívják fel a figyelmüket, hogy már mindig a bejáratott csatornákat kell alkalmazni. Minden egyéb megoldás sajnos rizikós, és lehet, hogy becsapnak minket, de mondjuk az adományok adásánál az a egyszerű dolog, hogy mindenki eldöntheti, hogy mennyit ad. Tehát ettől még olyan hatalmas kára nem keletkezik, legfeljebb ebből emberek úgy élnek meg adómentesen, hogy hát az nyilvánvaló nem megengedhető, de nem szenvednek akkora kárt. Viszont hogyha a bűnözők keresik föl az idős embereket, akkor ugye adott esetben az összes megtakarítását elvihetik az érintettnek, mert hiszen ugye pont a legidősebb, legkiszolgáltatóbb emberek azok, akik már ugye nem léptek be a 21. századba, nincsen folyószámlájuk, bankkártyájuk, egyebek, és otthon rejtegetik a pénzüket, időnként előveszik, simogatják, és ezt nagyon-nagyon könnyű megszerezni. Na most én azt mondtam, hogy nem a trükkökről akarok beszélni, nem azt akarom felsorolni, mert akkor nem lenne elég az időkeret, hanem csak szemléletet szeretnék formálni. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a legjobb az, hogyha ezeket az idős embereket valamilyen szinten bele tudjuk olvasztani a környezetükbe. Most mondok egy jó példát, hogy hogyan lehet akaratlanul is őket elárulni, akaratlanul is felhívni a figyelmet rájuk a bűnözők számára. Vegyünk egy kis falut, ahol elindul a falu gondnok, hogy elvigye az ebédet azok számára, ugye, akik rajta vannak a listán. Tehát, hogy kik lesznek, nyilván a legelesettebb idős emberek, akik már magukra nem főznek, hanem ugye a konyháról érkező ebédet fogyasztják el. Na most az egy nagyon praktikus dolog, hogy a falu gondnok fölakasztja a kapura az ételhordót, ugye? Hogy tudják nyilván az érintettek, mikor kell kijönni érte, még meleg, és akkor megeszik. Ez így szervezés szempontjából egy nagyon korrekt megoldás. Na de ha én vagyok a bűnöző, akkor nekem egy feladatom van, hogy elkezdjek a falu gondok után menni, és figyeljem azt, hogy hogyan jelöli meg a falunak a legelesettebb embereit, tehát tudni fogom, hogy ott kell bepróbálkozni. Tehát óhatatlanul is jelet hagytunk azokon a portákon, akiket pedig jobb lett volna eldugni, elrejteni. Mert hiszen itt arról van szó, hogy ha én azt mondtam, hogy ők nagyon nehezen tudják önmagukat megvédeni, már pedig ez így van, sajnos nem tanultak meg időben nemet mondani, akkor igazából azt mondhatom, hogy ők azok, akik külső segítség nélkül alig ha vehetik fel sikerrel a harcot a bűnözőkkel, mert egyedül ehhez kevések lesznek. Tehát az elsődleges az, hogy valahogy dugjuk el őket, de legalábbis, hogy ne tegyük ki közszemlére, tehát ne jelöljük meg az étfordulóval. Ha egy mód van rá, akkor erre valamilyen praktikusabb megoldást érdemes találni. Aztán a másik, hogy nem tudom, tudják-e azt, hogy hogyan lehet viszonylag egyszerűen valakinek az életkorát felmérni egy névtábla, egy telefonkönyvben lévő bejegyzés alapján.
valaki lehet, hogy valami jót mond, csak kicsit... Vagy idős. Igen, na most ez ugye ez a közhelyszerű, mert sajnos a bűnmegelőzési tanácsokból is ez jön le többnyire, hogy ne tegyük ki az özvegyet. Hozzá szeretném tenni, hogy ez ma már hála a jó Istennek nem is jellemző. Tehát nem nagyon találkozom én ilyennel, de sajnos az élet ennél sokkal kegyetlenebb, mert hogy maga a keresztnév is rendkívül árulkodó a viselőjének az életkoráról. Az én édesanyámat Máriának hívják, és amikor ő kapta ezt a nevet, akkor ez volt a leggyakoribb női név, még amit az anyakönyvezők bejegyeztek. Na de aztán eltelt 20-30 év, és már nem a Mária lett a legjellemző, akkor talán már az Andrea volt az, és manapság ki tudja már, hogy melyik a legnépszerűbb női név. Mindenesetre a Wikipédián utána lehet nézni, ott nagyon ér akár így több száz évre visszamenőleg is, hogy mik voltak a névadási szokásaink. Tehát Mihály bácsi van, de Christopher bácsi nincsen. Juli néni van, de Jennifer néni nincsen. Tehát ilyen egyszerű, hogy pusztán a névtábla is elárulhatja bárkiről, hogy ki az. Aztán nők esetében, mert ugye hát úgy adódik, hogy nők túlélik a férfiakat, tehát feleségek a férjeket, és hát most jelenleg akik így egyedül özvegyként élnek, nők, azok Mihálynék, Ferencnék, Sándornék, Lászlónék, és a többi, és a többi. Miközben ugye egy generációval később mondjuk a középkorúaknál már mondjuk találkozhatunk olyannal, hogy Kisné, Fehér, Veronika, ugye? Ez már egy későbbi fajta névadás, most már jutottunk odáig a kötőjeles verzióhoz, tehát akárhogy is nézzük, a bűnöző számára beszédes a névhasználat is, tehát a névtáblák esetében én mindig azt szoktam javasolni, hogy a vezeték neven kívül más ne igen kerüljön egy király. És nyilván a társasházi közeg az kevésbé jellemző, ugye, az önök működési területén, vagy van ilyen, hogy társasházba is mennek ki? Na, hát ott van még egy ilyen életveszély, amikor mondjuk a panel program keretében felújítják, vagy csak pusztán a kaputelefon, mert az nyilván olyan sokáig nem bírja, pláne a ilyen rongálásnak is áldozatul esik. És mondjuk én azt látom, mert rendőrként mindig ezt nézem, ez valami szakmai ártalom, hogy ki van írva a teljesen frissen elkészített kaputelefonra, hogy Kovács Ferencné. Bemegyek a lakóházba a levélszekrényekhez, megtalálom ezt a első emelet hatos lakást, de ott az van kiírva a levélszekrényre, hogy Kovács Ferenc. Na, mire következtetek én ebből? Hát arra, hogy a levélszekrényre történt névkitűzés és a kaputelefon feliratozása közötti időben Kovács Ferencnél valószínűleg elvesztette a férjét. Mert hogy ki lesz az az özvegyasszony, aki szerette a férjét, és utána lekapirgásza a levélszekrényről a nevét? Nem fogja. Kegyeleti okokból is ott tartja. Viszont amikor megkérdezi tőle a kaputelefonos, hogy mit írjunk ki oda, hát oda már azt mondja, hogy a Kovács Ferencnél. Na de ebből a különbségből. Én, mint kívülálló, kiolvastam azt, hogy özvegy, pedig nem írta oda. Tehát értik ugye, hogy miről beszélek, hogy rengeteg nyomot hagyunk magunk után a világban, és lehet, hogy mi tetterős emberek meg tudjuk védeni magunkat, de az időseket meg kéne próbálni elrejteni, elfedni, legalábbis a kiszolgáltatottakat, mert ha jön a bűnöző, nem biztos, hogy a tanácsaink szerint fognak tudni viselkedni. Viszont ami az önök munkájában csodálatos, hogy ez mindig egy újabb és újabb felvétel a gondozottról, tehát látják a fizikai környezetet, amiben él. Én amikor előadást tartok nyugdíjas klubokba, ugye így ülnek itt velem szembe a nyugdíjasok, és nem tudok annyira személyre szabott tanácsot adni, mert nem tudom, hogy ki honnan jön. Most egy háromnapos olyan akción vagyok túl, hogy a csolnoki lakótelepen a nyugdíjat kézbesítő postással mentem végig, és amikor ő leszámolta a nyugdíjat, én akkor utána adtam hát néhány rövid mondatba bűnmegelőzési tanácsokat a nyugdíjasoknak. És sokkal könnyebb volt a helyzetem, hogy láttam a lakásukat.
láttam, hogy mik ott a gyenge pontok, és mik, amin kell javítani kell, illetve láttam a erényeket is, hogy hú, hát ide mondjuk felszereltek erre a lakótelepi lakásra egy nagyon korszerű biztonsági ajtót. Ez jó, jó dolog. Más helyen meg az, hogy ugyan ott van a biztonsági ajtó, de nem zárja be, és akkor hiába a korszerű technika, ha rossz szokásokkal társul. Na most, ha önök kimennek, én az a kérésem, hogy mindig tartsák nyitva a szemüket. És amikor ilyen, hát logikai hibák vannak egyrészt ugye az üzenetekben, mint mondtam, ugye névtábla, levélszekrény és a többi, ami veszélyes lehet, akkor tegyenek javaslatot ezeknek a kijavítására, illetőleg, hogy az ilyen rossz beidegződésekre, mint hogy nem zárjuk be a lejárt, mert ugye épp csak átjött a szomszéd, épp csak jött a szociális gond, úgyis mindjárt megy el, nyitva hagyom utána az ajtót, ez mind-mind veszélyes. Akkor tudok hatásosan védekezni, hogyha automatizmussá válnak bennem azok a mozdulatok, amik a biztonságot szolgálják, tehát nem kell rajta gondolkodni. Akinél ez nem alakult ki, nyilván már utólag nagyon nehéz, főleg idős embereknél kialakítani, de az önök számára megvan ez a lehetőség, hiszen napi kapcsolatban vannak velük, és tudják kontrollálni, hogy történt-e valami előrelépés, vagy nem történt. Itt lehet majd nagyon sok sikerélményük, és lesznek kudarcélmények, mert sajnos nem mindenkit lehet már megváltoztatni, de én arra kérném önöket, hogy hát ezzel a fajta aktív szemmel próbálják a gondozottak biztonságát figyelni, és ott azonokban a pontokon, ahol bárki, ahol a civil is be tud avatkozni, jó tanácsokat tud adni, akkor ott legyenek szívesek megtenni. Én úgy hiszem, hogy tovább nem rabolhatom itt a rendezvény idejét, de gondolatébresztőnek talán elég.